A Kecskeméti Színjátszóműhely két csoportja is meghívást kapott az Országos Diákszínjátszó Egyesület által megrendezett második országos diákszínházi fesztiválra, ahonnan büszkén hozták haza az okleveleket a kecskeméti diákok. A hírös agóra ifjúsági otthonban működő ifjú morbid színpad García Lorca Vérnász című előadásával, a Katona Kamra csoport Katona József Jeruzsálem pusztulása című darabjával vett részt a fesztiválon, a kiemelő mai vendége Sárosi Gábor, a Kecskeméti Széjátszó műhely vezetője. Jó estét kívánok, köszöntelek Gábor. Jó estét kívánok. Mindenkelőtt gratulálok ehhez a dologhoz. Mi az, hogy ez egy második diák színházi fesztivál új folyam van, mert évtizedek óta jártok erre? Igen, az, hogy második, az azt jelenti, ugye, hogy tavaly került először megrendezésre, az Országos Diák Egyesület szervezi ezeket a fesztiválokat. Korábban mi volt helyette, hanem nem fesztivál? Egy fesztivál, egy országos fesztivál volt, és ők most kettészették ezt, méghozzá azzal a céllal, hogy az egyik fesztiválra a pedagógiai értelemben kiemelkedő előadásokat hívják meg, a másik fesztiválra pedig azokat, akik színházilag alkottak valami olyat. Nyilván mind a kettőben ott van a pedagógia mellett a színház és a színház Színház mellett a pedagógia, csak az erőssége az előadásoknak inkább ez. És az Országos Diák Színházi Fesztivál, ez a színházi zila kiemelkedő előadásokat jelenti, és ide jutottunk mi tovább. Uh -huh. Ö, olvasom egy korábbi nyilatkozatodból, ugye április végén volt maga a fesztivál, hogy 19 előadást válogattak be erre a fesztiválra, ami közül kettő kecskeméti, a többi meg majdnem mind budapesti. Hogy van ez? Hát igazából Budapest úgymond a... a, a hát oda minden, koncentrálódik minden az ember, az energia. Ez a igen az országnak. És, és hát nyilván, Nyilván drámapedagógiai pedagógiai eszközöket használó iskolák ott vannak a legnagyobb számban, ezért ott van a legtöbb ilyen mű, csoport, dráma tagozatos iskolák vannak, és reggeltől estig a színházzal foglalkoznak a fiatalok. Nyilvánvalóan nagyon erősek ezekben a műfajokban, de azért nem marad le mellettük a, a vidék sem, úgymond. Tehát Győr, Nyíregyháza, Debrecen, Kecskemét nyilván, és Pécs az, amik ilyen erős város még az országban. Az különleges, hogy tőlünk két előadás is meghívást kapott? Olyan értelemben különleges, hogy más vidéki városokból egy-egy előadás érkezett, és, és hát nyilvánvalóan olyan értelemben is különleges, hogy nekünk ez egy megtiszteltetés volt, hogy érdemesnek tartották kettő előadásunkat is innen Kecskemétről a zsűri, hogy ott szerepeljem. A Fringe-el egy időben volt egy ilyen minősítő verseny, ahol mind a két előadással aranyminősítést nyertetek és hát onnan, ugye, onnan delegáltak benneteket erre a bizonyos fesztiválra. Itt, ezen a fesztiválon volt-e zsűri, vagy volt-e valamiféle szakmai értékelése a produkciónak? Azt tudjuk, hogy egy fesztiválon általában a helyezéseket már nem osztanak. Így van, tehát ezen az országos fesztiválon az a kitüntetés, hogyha részt vehetünk, hogyha meghívnak minket, hiszen a legjobbakat hívják ide meg. És a 19 előadást minősítették színházilag a legjobbnak az országban, ami diák színházi előadás. Hat fős zsűri volt, tehát nagyon komoly szakmai zsűrizése volt az előadásnak, ebből kettő fő rendező, kettő fő drámapedagógus és kettő fő színi Akik ugye közszínházi előadásokat kritizálnak, tehát nagyon komolyan volt véve a színházi formavilág, a színészi jelenlét, a dramaturgia, tehát minden olyan színházi szeletet néztek a nagy munkából, és vizsgáltak és elemeztek, amit egy kőszínházi előadásnál is. Ugye mind a két előadás, ami Kecskemétről tovább jutott, mind a Lorka Vérnásza, mind pedig a Katona Jeruzsálem pusztulása című ö, szomorú játéka, vagy nem is tudom minek nevezem, tragédiája mondjuk így. Szóval, hogy ez mind a kettő több felvonásos egész estés kőszínházi darab. Nagyon másként kell-e szóvá, vagy diákszijházivá tenni ezeket a darabokat, vagy elég, ha alaposan húzol? Hát nem elég, hogyha húz az ember belőle, hiszen meg kell találni azt a közös tétet, ami a csoport és az előadás tartalmában jelen van és párhuzamosan működik. Tehát a fiatalokkal csak akkor lehet, szerintem, színházat csinálni, hogyha annak a darabnak az üzenete, a tétje, a tartalma megegyezik valamilyen formában a fiataloknak egy jelenlegi problémájával. És hát így eltávolítva, de nagyon komolyan foglalkozunk ezzel a problémával. Konfár Benjamin egy korábbi interjúban mesélt arról, hogy a, a vérnázban játszott szerepe az azért találta telibe, mert éppen túl volt egy súlyos szerelmi csalódásod. Tehát ezek is fontos dolgok, hogy éppen mi történik a gyerekekkel magánéletükben? Én úgy gondolom, hogy kiváló eszköz a színház arra, hogy elmélyedjen egy picit önmagában az ember, és a saját lelkében is megküzdjön azokkal a problémákkal, amikkel éppen a saját életében szemben áll. És én ezért tartom nagyon erős személyiségfejlesztőnek a drámapedagógiát és a színház színházpedagógiát, mert, mert tényleg képes arra, hogy olyan problémákat oldjon fel a diákok lelkében, amire amúgy egy egyszerű szülővel, vagy tanárral, vagy bárkivel való beszélgetés nem adna módot. A Jeruzsálem pusztulása olyannyira kőkemény darab, hogy nem is igen játszák a színházak. Hogy lehetett ez diák közegben mégis befogadhatóvá, elfogadhatóvá tenni? Hát igazából öm, nehezen, nehezen nyilvánvalóan egy olyan téma, és egy a témának is egy olyan fajta prezentálásáról van szó, ami külkemény, és mélyre hat az ember érzelmeiben. Öm, ami ami számukra izgalmassá tett ezt az egészet, az, a, az, a, az ami a dráma túlmutat önmagán, és a, a, a közelmúltba is, és a jelenbe, és a távoli jövőbe is akár tovább mutat. Tehát ilyen szempontból érinti ez őket, hogy azok az óriási társadalmi problémák, amik, a, amik 2000 évvel is előtt is jelen voltak, manapság is jelen vannak a világon, és lehetséges, hogy a jövőben is jelen lesznek, ezek mind bele vannak sűrítve ebbe az előadásba, és ilyen értelemben egy kis társadalomkutatást kutatást is végeztünk, ahogy foglalkoztunk az előadással. Négyen is színészi külön díjakat hoztak haza erről a fesztiválról. Azt jelenti, hogy tényleg ennyire elmélyült a munka, hogy képesek már valóban olyan mélységű alakításokra, ami a szakember, a külső szakember szemét sem kerüli el, vagy egész egyszerűen ez egy nagyon jó évjárat, ahol volt négy kiemelkedő színészet. Hát mind a kettőt szoktam mondani. Azt is szoktam mondani, hogy szerencsés csillagzat alatt készült az előadás, meg azt is szoktam mondani, hogy megtalálta olykor-olykor, vagy, vagy többször is azt a pillanatot, amikor egy nagyon erős érzelmet, élményt át tudott adni a nézőnek. És abban a pillanatban, abban a percben, abban igazi színészként van jelen, nem feltétlenül tudatosan még, de nagyon fontos ilyenkor a zsűrinek a visszajelzés, hogy igen, nagyon jó volt az, amit most csináltál, és akkor legyen ez legközelebb tudatos. Szűs Dominik és kis Nikolett a Jeruzsálemben játszanak a másik két. Hölgy, ők a másik előadásban. Ők a másik előadásban. Nem, nem. nem. A, tehát úgy van, hogy a Vérnázból Török Edina kapott igen. egy színészi külön díjat, a Jeruzsálemből pedig Kis Nikolett, Cselocki Bogárka és Szűcs Dominik kaptak. Uh -huh. És Szűcs Dominiknál ki kell emelni, hogy ő pedig a legjobb férfi főszereplő díját kapta meg. Na, az egy nagyon fontos díj. Minden egyes ilyen díjosztásnál figyelünk rá. Gábor... Kaptatok még egy nagyon érdekes külön diát, amit nem nagyon értettem az első pillanatra, hogy a, a fesztiválon való aktivitásért ezzel ott mit kell érteni? Jó fiúk hát, voltatok? Nem, nem, nem feltétlenül. Nem. A fiataloknak nem kell jó fiúknak lennie szerintem, de hogy hogy én erre vagyok a legbüszkébb, hiszen ez azt jelenti ez a díj, hogy mi voltunk azok, a kecskemétiek, akik ezen a fesztiválon minden pillanatban jelen voltunk. Jelen voltunk a kora reggeli tréningeken, mozgástréningeken, táncworkshopokon, jelen voltunk a szakmai beszélgetéseken, és a 19 előadásból 17-et, ugye, mert kettő a miénk volt, 17-et megnéztünk. Tehát valaki kecskeméti volt ott, aki látta. Ezt a típusú aktivitást egyik csoport sem tudta a fesztivál három napja alatt felmutatni, és én nagyon-nagyon büszke vagyok a kecskemétiekre, hogy tényleg fejlődni, szakmailag fejlődni, és színházat csinálni mennek erre a fesztiválra, hallgatnak rám ebben az ügyben, és nem az a lényeg, hogy na most akkor itt este, mint egy, mint egy osztálykirándulás, hogy akkor a buli a lényeg. Az is fontos, természetesen egy jó tánc, de mégiscsak a színház miatt megyünk oda. Gábor, mikor még egyszer gratulálok az elért eredményhez, hadd kérdezzem meg, hogy van-e még esélye azoknak, akik nem látták eddig a két előadást, hogy kecskeméten még láthassák. Természetesen május 20-án a Hí Híros Agora ifjúsági otthon mozitermében lesz délután 3 órakor megtekinthető a Vérnász előadásunk. A Jeruzsálem pusztulását jelenleg visszük még sok fesztiválra, most hétvégén például a Mosó Magyaróvára egy nemzetközi fesztiválra. De legközelebb itt Kecskeméten, a Ciroka Báb Színházban, a 20. Színjátszó Maraton keretében lehet majd megtekinteni, ahol amúgy ajánlom a kecskemétieknek, hogy jöjjenek el, mert ott az összes idén készült kecskeméti diák színházi előadás megtekinthető a három napos rendezvény alatt. Gábor, köszönöm, hogy befáradtál hozzá. Köszönöm szépen.